Üdvözlök mindenkit! Egy kicsit sűrűbbre vettük a figurát, vagy vettem a figurát, ami nincs a Szabolcs, azért addig csinálok egy pár tartalmat. Hát megnéztem mind a két mérkőzést most, az Újpestnek, illetve a Diósgyőrnek a mérkőzését, és esküszöm, fogadnom kellett volna. A kedves játékvezetők megint fontosabbnak érezték magukat, mint a labdarúgás. Nem mondom azt, hogy csaltak, vagy ide, vagy oda, hanem megint túlságosan sokat szerepeltek. Megint szétfütyűréztek mindent. Hol bele kellett volna szólni, hol nem kellett volna beleszólni. Megint valami a kéz szabály magyarázatával foglalkoztak. Én nem is értem. Na, kezdjük az elejéről. A Diósgyőr mérkőzésén, hát sajnos nem ezt vártam, illetve ezt vártam, és mégsem ezt vártam. Ugye egy támadó szellemű, letámadó, góra törő játékot vártam a Diósgyőrtől, megtámogatva a saját népes szurkoló táborától. Ez tulajdonképpen meg is lett. Az első negyed órában, ahogy ezt a speaker meg is jegyezte, nem beszartak a játékosok, hanem szerintem, hanem meglepődtek egy kicsit, hogy azért ennek a tábornak van hangja. Én nem tudom, hogy szóltak-e nekik erről, hogy itt azért van szurkolás. Tehát mondjuk nem sok ilyen hely van az országban, a Fradi pályáról van szó, Diósgyőrben, és ugye Újpesten, amiről már említést is tettem, itt mozognak valamilyen szintű szurkolók, illetve népesebb szurkolótáborok. Azért persze szurkolók mindenhol vannak, de az, hogy folyamatosan, tartósan, kitartóan szurkoljanak azok most, hát mondanám még az Zalaegerszeget is, de hát a fene tudja, hogy ott most éppen mi lesz. Tehát visszatérve a mérkőzésre, talán mintha a Diósgyőrnek a játékosai úgy meglepődtek volna, hogy itt van szurkolás. És egyszer nem találták a fonalat. A felcsútiak pedig, hát az NB1-es rutinnal a játékvezető megfelelő, illetve az edzőjük megfelelő játékvezetői tiszteletével azért le tudta hozni ezt a mérkőzést egy góllal, de azt gondolom, hogy ez azért még nem temetném a Diósgyőrt. Nagyon nehéz úgy elkötelezetten játszani, hogyha csak az akarja igazán, aki a pálya szélén van. Lehet, hogy egy kicsit jobban meg kéne értetni a játékosokkal, hogy mi a helyzet. Persze most érkeztek 10, és ezeket nehéz most így összekovácsolni, de hát ez borzasztó nehéz feladat, ráadásul úgy, hogy pont most lépett szintet a Diósgyőr. De ott a követendő példa, a Kecskemét ezt tavaly meg tudta ugrani ezt a nagy akadályt, úgyhogy én szerintem a diósgyőri közönség támogatásával ez meg lehet. Nem azt mondom, hogy egyből a dobogóra, de az, hogy el lehessen mondani, hogy van Diósgyőrben egy csapat, azt igenis meg kell, hogy legyen. Nagyon remélem, hogy lesz türelem a Szergellyel szemben, mert én azt látom, hogy megint kezd majd kialakulni egy olyan társaság, és most nem biztos, hogy a szurkolók között, hanem egy ilyen aknamunkás társaság, akik nem bírják elviselni, hogyha karakteres edző van. Tehát biztos vagyok benne, hogyha nem fognak jönni az eredmények, tehát nem fognak jönni a győzelmek, akkor azt fogják mondani, hogy vissza kell állni, védekezni, de az már nem a Diósgyőrnek az identitás, az már nem az ő játékuk, azt úgy nem lehet. Tehát az az őszinte támadó játék, amit most megpróbált a Szergely, azt gondolom, hogy igenis kifizetődő lesz egy idő után, csak legyenek emberek, akik ezt megcsinálják. Azt lehetett látni egyébként, hogy nem volt túlságosan kompakt a csapat, túl hosszú, ugye ezt szokták mondani, hogy túl hosszú, tehát a különböző sorok között elég nagy volt a távolság, nem voltak visszalépők. Néha egy kicsit úgy éreztem, mintha ilyen rugós focival játszanék, hogy túl sokan álltak. Akkor, amikor elindultak a bemozgások, akkor igenis tudtak veszélyt teremteni. Tehát éppen ezért, mert a sorok között túl nagy volt a távolság, ezt a rutinos róka felcsúdiak meg tudták oldani, mert hát azért bármennyire is nem szerettem őket, azt el kell mondani, hogy ezt azért egy rutinosan lehozták egy gólos győzelemmel. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt egy összeszokott Diósgyőr ellen meg tudják majd csinálni legközelebb.
fele tudja. Én még egyszer azt mondom, hogy bízni kell. A Kuznyecovban nem kell már az első ilyen mérkőzés után a vészharangokat kongatni, mert olvastam ilyen hozzászólásokat is, de egyszerűen az lenne már jó végre, hogy a Diós György lépjen túl a saját árnyékán. Mert a legtöbbször egyébként így a múltban azt tudom mondani, hogy akkor, amikor ott álltak a siker kapujában, akkor ők maguk voltak a gátja. Hogy egyszer nem hitték el? Még lehet a közönség se. Úgy belefeledkeztek ebbe a sorsod-borsod dologba, hogy egyszer nem hiszik el, hogy ezen azért túl lehet lépni. Mert előbb vagy utóbb ezt azért már meg kell haladni. Tehát itt most van egy olyan jó edző, akivel ez esetleg sikerülhet, akit nagyon hiányoltam, ugyanúgy, mint a Ferencvárosnál, egy karakteres játékost, egy igazi vezért a pályán. Ez nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lenne a Diós Győrbe. Természetesen az lenne a legjobb, ha egy magyar lenne, de hát amint az előző videóban is elmondtam, szembesültek vele, hogy hát bizony egy magyar játékos, az baromi drága. Főleg az, aki, most bocsánat, hogy ezt mondom, még valamit ér is. Tehát ide hoztak olyan játékosokat külföldről, akikből azért szerintem lehet csapatot összerakni. Nem tudom, hogy a motivációjuk mi lesz, vagy hogyan tudják azt a motivációjukat beállítani arra, hogy legyen igényük a győzelemre, legyen igényük kiszolgálni a közönséget, mert azért a legtöbbjük azért vándormadár. De reméljük a legjobbakat, és nagyon remélem, hogy lehet tanulni a Kecskemét példájából, igenis egy osztály különbséget át lehet hidalni akarattal, munkával, és főleg hittel, tehát hinni kell benne. A másik mérkőzés, ugye az Újpest, hát ugye ők sem a nagy kedvencem, de attól függetlenül el kell ismerni, hogy azért nagyon jó. Tehát ahhoz képest, hogy Vignevicstől nem ezt szoktam várni, ugye a tipikus 1-1-es játékra törekszik, azt láttam, hogy egy igenis gyors, a labdajáratásban igen gyors játékot mutattak, és azért nagyon, igazán mit tudsz meglepni egy leszállóákban levő videótonon, aki, hát nem tudom, hogy most mi lesz velük, ugye elveszítették a fő szponzort, azt mondták, hogy körülbelül 30%-kal kevesebb az egész büdzsé. Én szerintem jóval több ez, de persze nem vagyok ott, nem látom, de azt gondolom, hogy a 30%-nál nagyobb lehet ott a veszteség a büdzséből, azért egy MOL-nak legalább szerintem a költségvetés felét biztos, hogy ő állta. Biztos, hogy vannak mások is, akik támogatják a videóton, de nem tudom, hogy kik azok. Most mindegy. Őket sem akarom teljesen lekicsinleni, de azt látom, hogy az a felfutás az már a múlté. Tehát minimum az, hogy egy középcsapattá mennek össze, és mondom ezt még egyszer, nem azért mondom, hogy lenézem, vagy bármi ilyesmi volna, de azt látom, hogy ennek a videótonnak nincsen jövője. Ráadásul így, hogy továbbra is ott van egy olyan sportigazgató, aki szerintem egy volt labdarúgó, de nem gondolom azt, hogy bármi mást hozzá tudott volna tenni, és igen komoly munkája lehetett ebben a mélyrepülésben, mert mindegy, én nagyon sajnálom azt a két újpesti játékost, akit átvittek magukhoz, mert valószínűleg tartom, hogy vagy nem tud, és két variáció van, az a két gyerek, a Katona és a Csongvai vagy nem mondták el nekik, vagy tudták, és hogy tulajdonképpen csöbörből vödörbe estek, sőt azt lehet mondani, most egy lyukas vödörbe, mert ahogy most elnézem az Újpestet, lehet, hogy a költségvetés nem nőtt, de egy tulajdonosváltás kapujában vannak. Most beszélnek mindenféléket, de azért csak lehet tudni már, hogy azért csak dörömbölnek ott az ajtón. Több lehetőség lesz az Újpestben, ezt érezték a szurkolók is, bár a Vignevics visszahozatala nem pont erre utal. Hát afene tudja, volt itt már minden Újpesten. Viszont a mérkőzésre visszatérve, az újpestiek nagyon motiváltan léptek pályára. És azt gondolom, hogy jóval több gól volt ebben a mérkőzésben. Látszott, hogy mit akarnak játszani. Nem is tudom, hogy tulajdonképpen persze szerencsétlen, meg lehet, hogy sérülést okozott a Csobot Kevin, de én mindenre gondolok, csak arra nem, hogy ez szándékos volt. Tehát, hogy nem is tudom, a Diós Győr meccsen is volt egy olyan, hogy át akarta ugorni a játékost, látszott egyértelműen a szándék, és a játékvezető úgy ítélte meg, hogy,
hogy még kísérlést akart okozni. Tehát megint ott van, hogy ezek a játékvezetők általában nem voltak a pályán. Ez egy kicsit meg kell szakítani a videót. Tehát látszott az, hogy ezek a játékvezetők a nagy általánosokban nem voltak pályán, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogyan működik az a dolog, hogyan működik maga a labdarúgás a játékos oldaláról. Tehát ők játékelméletet talán azt hiszem, hogy nem is tanulnak a játékvezetői képzésen, és ez nagyon nagy probléma. Tehát azt gondolom, hogy, és ráadásul úgy nehéz például egy játékost motiválni, hogyha a szurkoló és a saját szakvezetője folyamatosan azt mondja, hogy mentálisan rendbe kell lenni, a sportszerű keretek között agresszívnak kell lenni, hajtani kell, úgy lép fel a pályára, hogy föl vagy spanulva, és a játékvezető pedig minden mozdulatodra, hogy nyugodjon meg. Tehát így borzasztó nehéz játszani, hogyha folyamatosan nyugtatgatnak, a másik oldalon pedig elvárás az, hogy valamit tegyél, tehát hogy agilisan lépjél pára, hogy akard a győzelmet. Azt nem lehet úgy, hogy állandóan folyamatosan nyugtatgatnak, a másik oldalon pedig hajtanak. Tehát ez így ezért is kellene a játékvezetőknek másképpen, más felfogásban vezetni a mérkőzést, vagy igenis foglalkozni azzal az oldalával, hogy mind mennek át a játékosok, mind mennek át az edzők. Itt egyértelműen látszott, hogy például a Szergejt egyáltalán meg akarták fegyelmezni. Tehát, hogy ez így borzasztó. Az Újpest meccsen is ez a kiállítás egyszerűen. Nem tértem magamhoz, pedig nem vagyok Újpest szurkoló, én aztán tényleg nem. Természetesen hallottam azt, hogy a Feröer szigetekiekkel szembeni kiesésünkről megemlékezett az Újpest, de hát legalább ott voltunk, ahol kaphattunk egy sallert, majd az Újpest egyszer valakitől, talán megint a Vadusztól. Na mindegy, hagyjuk is. Tehát azt gondolom, hogy a játék, hogyha megmaradnának ez a fajta mentalitás Újpesten is, illetve Diósgyőrben is, akkor itt lehetne valamit kezdeni. Hát a két ellenfél, ugye felcsútul azt mondtam, hogy nem igazán szeretnék beszélni, nem... Megmondom őszintén, hogy lehet, hogy sportszerűtlenség, de azt gondolom, hogy tényleg semmi keresni vagyok az NB1-ben. Tehát elmondtam már 100 000-szer, és tényleg nem a politika miatt, ha tényleg az lenne, hogy saját nevelésű játékosokkal példát mutatva, mint a Kecskemét például, agyonverik az NB1-et, akkor még akár egy 10-20 év múlva lehetnének szurkolói is, amikor már teremtettek maguknak identitást, teremtettek történelmet, letettek valamit az asztalra. De úgy, hogy beálltak ugyanolyan tucat NB1-es csapatok közé, mint a Paks, vagy a... mit tudom, a Mezőkövesd, aminek egyszerűen, tehát ezeknek a csapatoknak is, most azért legyünk őszinték, ha például kiesne az NB1-ből a Paks, én elhiszem, hogy magyar csapat meg, és a többi, de hiányozna itt most így őszintén valakinek? Vagy kiesne egy Mezőkövesd, akit szintén nem nézem őket le? Vagy egy Kisvárda? Tehát hiányoznának ők az NB1-ből? Akkor, amikor ott vannak olyan megyeszékhelyek, vagy olyan nagy múltú városok, ahova tényleg csak azt kellene, hogy akkor foglalkozunk, egy identitást föltámasztani, lehet, hogy könnyebb lenne, mint egy másikat teremteni. Tehát egy szégyen az, hogy egy Nyíregyháza, egy Győr, egy Szombathely, pont most néztem egyébként az 1910-es évekből, milyen mérkőzéseket vívtak a Ferencvárossal a Szabária. Tehát azért Teltház előtt mérkőztek meg a Szabária kupában. Tehát én nem is értem, és egy ilyen város nem tud NB1-es lenni. Ott, ahol még van egy szurkolótábor is, de ezt már megint elmondtam 100-szor. Azt az eddigi mérkőzésekről azt tudom mondani, hogy szerintem nem nőtt a színvonal, viszont azt el lehet mondani, hogy ha ilyen mentalitásban lépnek pályára a csapatok, akkor most egy kicsit sebezhető a Ferencváros, és sajnos nem úgy lett egy kicsit egyenlőbb a bajnokság, hogy mindenki följebb lépett, hanem a Ferencváros lépett vissza. És ebből a mókuskerékből kéne kiszabadulni, hogy amikor például egy Ferencváros följebb lép, akkor ne úgy legyenek egyenlőbbek a csapatok, hogy hozzájuk romlunk, hanem azok a csapatok, akik megpróbálják a Ferencváros példáját követni, és tudom, hogy mások az anyagi lehetőségek, de azért meg lehet nézni a Kecskemétet is. Mindig csak, most tényleg csak őket tudom példának felhozni,
mert a tavalyi évben olyat tettek le az asztalra, ami azért, illetve az egy évvel ezelőtt is, hiszen NB3-ból hát folyamatosan lépkedtek föl. Tehát ha meg tudta más is csinálni, akkor nem csoda, ez hit és munka. De mind a két csapatnak azt tudom mondani, a Diósgyőrnek, illetve az Újpestnek, hiszen amint előbb is elmondtam, őtőlük várok azért teljesítményt, mert az lenne a legjobb, hogyha ilyen csapatok hoznak teljesítményt, ilyen csapatok ellen jó kimenni a stadionba, ilyen csapatok ellen jó lehet futballhangulatot, szíthatjuk egymást, nem érdekel. Legyen egy jó hangulat, legyen minden mérkőzése egyfajta derbi, mint az Újpest ellen. Majd kitalálunk valami nevet a Diósgyőrrel szemben, és hogyha folyamatosan egyenrangú ellenfélként, nem csak a lelátón, hanem a pályán is úgy tudunk fellépni. Én nagyon sajnálom a többi csapatot, de nem látok bennük több lehetőséget. És persze meg fogom nézni, mert amit a Szabival is beszéltük, hogy inkább a Bissenbasszomot nézem, mint akármelyiket. De tényleg az kellene, hogy mindenhol próbáljanak a játékosok önmagukkal szemben olyan elvárásokat támasztani, hogy jobbak akarnak lenni, hogy följebb akarnak lépni, hogy ki akarják szolgálni a közönséget, és ne csak abból álljon a labdarúgás, hogy most egy évet itt vagyok, egy évet ott vagyok. Most tudnék mondani nagyon sok olyan játékost, aki szinte minden NBA-s csapatban megfordult, és baromi jól érzi magát, és utána biztos vagyok benne, hogy majd el fog helyezkedni edzőként, és soha sehol nem tud majd stílust oktatni, soha sehol nem tud klubkultúrát teremteni. Mert ezek a vándormadarak nem tudnak. És nem azért vándormadarak, mert mindenhol egyre följebb és följebb léptek, mondjuk, mint egy Ibrahimovics, hanem azért, mert mindenhol kitelt a becsület egy év után. Vagy 1 forint 20 fillérrel többet adtak máshol. Meg lehet nézni, megint ugye divatos most a Szoboszlairól beszélni, hogy az alázatos munka azért meghozza a gyümölcsét. Nem feltétlenül alkalmas mindenki arra, hogy mondjuk a Liverpoolban játszon. De ha oda teszi magát, és legyen akármilyen a közeg, és látszódik rajta, mert azt azért minden alkalommal mi is elmondjuk, hogy azért, mert nincsenek ott a megfigyelők, azért minden mérkőzés statisztikáját már lehet követni. Ha valakinek a futó teljesítménye, a passzátlaga, a lövései, vagy minden mutatója megfelel, előbb vagy utóbb fel fognak rá figyelni. Most már azt gondolom, hogy azoknak a játékosoknak köszönhetően, akik most nemzetközi komolyabb ligákban játszanak, már azért egy kicsit jobban figyelnek a magyar játékosokra, bár még mindig nem vagyunk annyira fönn egy futballtérképen, mint a délszláv országok, de azzal, hogy most a Szoboszlai, a Sallai, a Schäfer oda kerültek, illetve a Bunda, vagy a kis Szalai, úgy értem kis Szalai, hogy aki most aktív még, a Szalai Attila. Ezek a srácok megalapozzák a többieknek, hogy fogják keresni a magyar játékosokat, úgyhogy mindenki hajtson, próbálkozzon, minél többet kapjanak játék lehetőséget a magyar fiatalok, és ne elégedjenek meg azzal, hogy egy bizonyos csapatban játszanak, hanem akarjanak többek lenni, akarjanak jobbak lenni. Hit, munka és alázat. Úgyhogy én persze mindenki ezt mondja, biztos jó motivációs beszédet tudnék mondani, de én, mint szurkoló, ezt várom el. Hát akkor hajrá Semleges térfél, hajrá Magyar Foci, hajrá Ferencváros. Sziasztok, jó éjszakát, jó reggelt, jó napot. Találkozunk a következő videóban.